Fölrakom. Szükre. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban összegzem a novemberi olvasásaimat. Ugye november volt? Igen. Igen, a novemberieket. Novemberben 7 könyvet fejeztem talán be, ha jól emlékszem, de mindjárt utána számolok a biztonság kedvéért. Igen, 7-et. Azokkal fogom kezdeni, amik megvannak fizikaiban, és tudom mutogatni is őket, úgyhogy... A legelső könyv, amit befejeztem novemberben, az Moskát Anitától az Írha és Bőr volt, és ezt technikailag októberben kezdtem el, mert ez októberi BookTube könyvklub havi könyv volt, de átcsúszott novemberre. Az elolvasása meg a kibeszélő is november elején volt, majd ide belinkelem a közös kibeszélőt róla, ami a közös csatornán van. Nagyon régóta kíváncsi voltam már Moskát Anitára, és főleg az Írha és Bőrre, és talán még annó Andi adta el nekem. Nem tudom, csak évek óta itt szemeztem táborról Moskát Anitával, és akkor nagyon örültem, hogy közösen beszavaztuk közös könyvnek, mert pont előtte meg is vettem ezt a könyvet, ráadásul meg a könyvhéten tudta. Kiében még benne van a könyvjelző. Szóval a könyvhéten még dedikáltatni is tudtam, úgyhogy nagyon örültem annak is. És még bele kell nyomnom az exlibriszemet. Nagyon brutális könyv volt, nagyon jó volt, és ezek után végképp szeretnék még Moskát Anitától olvasni, úgyhogy a Horgonyhely lesz majd tőle a következő. Nem akarok most róla nagyon sokat beszélni, mert ott van róla a kibeszélő, igazából abban sok mindent elmondunk róla, és még így sem mindent tudtunk kibeszélni, próbáltuk nem nagyon túlhúzni. Brutálisan jó könyv, olvassátok el tényleg. A következő, amit befejeztem, az Natalia Serbátov volt, az Óra szív, és szerintem ezt is elkezdtem októberben. Ja, hát persze elkezdtem, már elvettek a vonaton Ágiék, hogy elkezdjem, szóval elkezdtem októberben, de ez is elcsúszott novemberre a befejezése. Ez ugye az Órakulcs folytatása, és ez is jó rész volt, kicsit nehezebben haladtam egyébként vele, mint az elsővel, és voltak benne nem is logikai bukfencek, de volt egy-két dolog, amit így hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy ez korábban hogy volt, mint volt, meg kicsit belebonyolódtam a dolgokba is. Azt hiszem mások is írták, hogy ez a második rész, ez olyan volt, hogy voltak részek, amikor semmi nem történt, aztán hirtelen sok minden történt, aztán megint így nagyon semmi, aztán megint sok minden. De alapvetően jó volt, és egyébként most már befejeztem a harmadik részt is, de arról majd csak a decemberi összegzőben lesz szó. De igen, ez továbbra is egy jó sorozat, és alig igazából már most mondhatom, hogy várom igazából. Ez egy nagyon jó mondat, szerkesztés volt, gratulálok magamnak. Szóval, hogy igazából várom, hogy megjelenjen a negyedik rész is. Remélem, minél előbb megfog. Mert a harmadik rész után kíváncsi vagyok nagyon. Nyilván ez ugye egy második rész, de erről van ez az unokahúgom. Vannak, úgyhogy lehet, hogy majd egy kis sírás behallatszik. Szóval ide majd be fogom linkelni szerintem a barangolás részt róla, mert ugye Natalia Serba ukrán szerző. És akkor ott az első részről beszélek jobban, mert ez nyilván lesz spoilerezni, hogyha erről beszélnék részletesebben. Jó, és az utolsó, amit tudok mutatni, az nem más, mint ez a csodálatos képregény, ami a Lore Olympus Rachel Smythe-tól. Ezt a Cicerótól kaptam recenzióba, amit még egyszer nagyon szépen köszönök. Ha ügyes vagyok, megvágom a videót róla, amit készítettem, egy olvasóvlogot, és az még ezelőtt az összejelző előtt ki fog menni, és akkor ezt ide be is fogom tudni linkelni. Imádtam. Görög mitológia újramondás Persefone Hades szerelméről szerintem elég egyértelmű volt, hogy imádni fogom. Annyi, hogy ez csak az első 25 fejezetet tartalmaz, és valami 200 fejezetes körül jár a webtoonon a Lore Olympus, úgyhogy fogtam magam, és a második évad elejéig már eljutottam webtoonon az olvasással, mert egyszerűen annyira akartam, miután befejeztem ezt a kötetet, hogy tovább tudjam olvasni. Viszont nagyon várom, hogy megjelenjen belőle a többi kötet is. Hát azért így jobb volt olvasni, mint webtoonon, mert én nem szeretek gépen olvasni így semmit, mert nagyon elfárad a szemem, meg megfájdult tőle, és így a panelek is kevesebb helyet foglalnak egyébként el, mert úgy minden egymás alatt volt, itt meg azért valamit betettek ugye egymás mellé. Ezért pont itt nyitottam ki. Annyira szép! Szóval igen, ez olyan sorozat lesz, ami kell a polcomra.
Mindenképp. De igen, szóval lesz róla egy külön olvasóvlog, hogy részletesebben beszéljek róla, de annyira gyönyörű, annyira. És nagyon jó a sztori is, nagyon jól meg van írva. A következő könyv, ami szintén BookTube könyvklub havi könyv volt, csak novemberi, az a The Princess Diarist Carrie Fishertől, aminek a Hercegnő naplója a magyar címe, és mivel lusta vagyok, és nem akarom bevágni a borítót, mert el könyvben olvastam, így fogom mutatni. Erről szintén, nem így fogom, ide be fogom linkelni a kibeszélőnket. Ez a könyv alapvetően ugye non-fiction volt a téma, és a Carrie Fishernek a Star Wars első részének a forgatása alatti élményeiről van benne szó. Igazából a lényeg az, hogy megtalálta 40 évvel később az akkor írt naplóit, és akkor így erről az élményről beszámolt 40 évvel későbbi fejjel, illetve betette a naplóiból is a részleteket, illetve mesélt erről az egész fenomenonról, ami ugye a Star Wars, de hogy alapvetően nem ilyen nagyon Star Wars központú a szöveg, de tehát, hogy alapvetően Carrie Fisherről szól, és az ő kapcsolatáról szerintem az nem spoiler, tehát a fő törzsét igazából azt teszik ki, hogy így kifejti az első film forgatása alatt a Harrison Forddal folytatott viszonyát. Amiről én nem tudtam, hogy létezik, és egy elég ilyen meglepetés volt a könyv közepénél, de igen. Erről is ott a kibeszélő, nagyon jól kibeszéljük szerintem, meg jó dolgokról van benne szó, szóval érdemes belenézni, ha nem is Star Wars fan az ember, mert én szeretem a Star Wars, de nem vagyok fan. Nekem egyébként tetszett, egy-két rész kicsit túl volt nyújtva, de van egy másik önéletrajzi kötete Carrie Fishernek, és azt én már lementettem, hogy el akarom majd olvasni, csak azt hangos könyvben, amit ráadásul ő is olvas föl, úgyhogy érdemes elolvasni, mert amúgy így tök jó dolgokat megtud az ember, és ugye saját maga írta, tehát nem olyan, mint amikor más írja meg az önéletrajzot róla, és akkor kicsit olyan személytelen, hanem ilyen belsőségesebb, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Abszolút nem bántam meg, hogy hallgattam Andira, és ezt olvastam el. Illetve a másik, nem, próbálom átkattintani, hogy mutassa a borítót. A másik könyv, amit elolvastam még, az Rainbow Rowell-től volt, az If the Fates Allow. Ez egy nagyon rövidke kis, hát novella volt gyakorlatilag, amit háladás körül adott ki. Nem tudom, én csak fölmentem Amazonra és azonnal megvettem, amint elérhető volt. Ez csak e-könyvben elérhető, egy nagyon rövid kis kötetről beszélünk. Igazából azt kell róla tudni, hogy 2020 és 2021 karácsonyán játszódik, és a Fangirl egyik mellékszereplője, a főszereplő itt. Tudjátok, én ugye a Fangirlt nagyon szeretem, és Kath szobatársát követjük ebben. És gyakorlatilag így a pandémiáról is szó van benne, és hogy milyen a karácsony a pandémia alatt, Amerikában, olyan államban, ami oltás ellenes, és ilyesmikről van benne szó. De amúgy egy ilyen romantikus kis karácsonyi szösszenet, csak bele van hozva a pandémia is, de hogy amúgy így nem, nyilván benne van az a helyzet, ami kialakult, de hogy amúgy én nagyon élveztem meg, én szeretem Rainbow Rowell-t, szóval ez a kis szösszenet itt tök jó volt a lelkemnek, kb. Egy óra volt elolvasni, úgyhogy tényleg nagyon jó volt, nagyon tetszett. Nem kell hozzá ismerni a Fangirlnek a sztoriát, tehát az nagyon érintőlegesen van csak szó róla. No igen, és akkor nézzük a hangos könyveket, amiket kihallgattam a hónapban. A legelső az a Fool Me Twice at Christmas volt, ami szintén Camilla Eilish-tól származott, ugye olvastam előző hónapban az a Christmas Date címűt, hát ez a Fool Me Twice at Christmas. Majdnem földhöz vágtam a telefonomat a buszon, miközben hallgattam. Annyira nem értettem egyet a szereplők döntéseivel benne, hogy valami hihetetlen, tehát a legjobb szó arra, hogy mi volt ez a könyv számomra, tehát egy így de nagyon durván, és főleg azért, mert ez elejétől végig arról volt benne szó, hogy így nem kommunikáltál senkivel a dolgot rendesen, csak így találgattak, elhallgattak, úgy tettek, mit tudom én, ez is kamu kapcsolatos volt, csak itt előtte jártak, szakítottak, és nem mondták el a szülőknek, és ebből lett mindenféle bonyodalom egészen odáig, hogy majdnem összeházasodtak, és aztán elmondták végül az oltárnál, hogy jaj, de hát amúgy már nem vagyunk együtt, és hogy ez az egészet mi így nem akartuk, meg ez se igaz, meg ez se. Aztán a könyv végén rájönnek, hogy újra megpróbálják, és így katasztrófa volt, szörnyű volt, nem ajánlom egyáltalán. Gyorsan túl akartam ezen esni. A következő az a The One and Only Ivan volt, ami az Ivan az egyetlen címet viseli talán magyarul.
Ennek láttam a film adaptációját, szerintem idén láttam, nem tavaly, pedig elvileg tavalyi film. És amúgy cuki volt az is, és akkor lementettem scripten, mert rövid is volt, meg minden. Viszont ugye ez egy igaz sztori alapján íródott, és egy gorillát követünk benne végig, aki cirkuszi gorilla, és hogy hogyan segít egy kis elefántnak biztonságba jutni. Amit nagyon éreztem a hangos könyv hallgatása közben, hogy hiányoznak az illusztrációk, és nagyon rövid részekre volt tördelve, nagyon rövid fejezetekre, és ez valamennyire így hangos könyvben rontotta az élményt, úgymond, úgyhogy ezt majd lehet egyszer újra kéne olvasnom rendes kötetként is, mert így konkrétan mindenhol éreztem, hogy oké, itt biztos, hogy kéne, hogy legyen egy illusztráció, meg ugye az földobja, mert nem egy olyan picike könyvnek tűnt oldalszám alapján, de hogy amúgy meg felolvasva sokkal rövidebb volt, mint az oldalszám valahogy a más könyvek lennének, úgyhogy azt éreztem, hogy azt kellett volna, hogy ne hangos könyvbe hallgassam. De amúgy cuki volt, meg a másik részére is kíváncsi vagyok, csak azt azért nem akarom elkezdeni scripten, mert hogy ugye már itt az elsőnél is éreztem, hogy kellett volna nekem mellé az illusztrációs adag, úgyhogy lehet majd inkább, nem tudom, megnézem könyvtárban, benne van-e, vagy valami, mert úgy érzem, hogy úgy sokkal jobb élményt fog adni, szóval azt inkább szerintem fizikaiba kéne elolvasni bárkinek is, de amúgy nagyon cuki a történet, meg megkönnyeztem, pedig tudtam, hogy mi lesz a film miatt, ugye. Ja, ennyi! Hoppá, oké. Szóval én ezeket a könyveket fejeztem be novemberben, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!